Would you turn with me this morning to scripture that we've been looking at on our Sunday mornings? Kérlek, lapozzatok el velem együtt azokhoz az igékhez, amelyeket vasárnap reggelenként megszoktunk nézni. To Romans, the 8th chapter. A római levél 8. fejezetéhez. And 2 Corinthians, the 13th chapter. És 2. Korintusi levél 13. fejezetéhez. Got some very important things this morning. Sok fontos dolgot szeretnék ma mondani nektek. To talk about, get to. Ahova el kell jutnunk a mai nap folyamán. Romans 8. Róma 8. 2 Corinthians. 2 Korintus. 13. Everybody happy? Mindenki boldog? Got the victory? Mindenkinek megvan a győzelme, ugye? We're a blessed bunch. Nagyon áldott csapat vagyunk. You and me. Te és én. Amen. Amen. Is anybody more blessed than us? I'd like to meet them. Ha van valaki, aki nálunk áldottabb, azzal szeretnék találkozni. Like to find out how they're doing it. Szeretnék rájönni arra, hogy hogyan is csinálják. Amen. Because Amen. We are blessed. Ugyanis mi áldottak vagyunk. We're enjoying the blessings of the Lord. Mi Isten áldásait élvezhetjük. We've been talking on these Sunday mornings. I guess this is number 5, maybe, or 6. Ez az 5. Tanítás, amit vasárnap reggelenként csinálunk. About the Spirit-led life. Amikor is a Szent Szellem által vezetett életről beszélünk. Spirit-led life. Szent Szellem által vezetett élet. Spirit-led living, you could call it, but the Spirit. Mondhatnánk azt is, hogy a Szent Szellem által élt élet. Led life. And actually we have instruction from the Lord. És valójában útmutatást kaptunk az Úrtól. A gyülekezet számára, amelyekkel kapcsolatban az Úr egy éve foglalkozott velem, és leírtam őket. Valójában ezek útmutatások a gyülekezet alpásztorának. Hogy nekem kellett tanítanom és vezetnem a gyülekezetet abban, hogy hogyan járjanak szeretetben. And y'all know we kept on that for months. És tudjátok, hogy ezen hónapokig időztünk. And how to walk by faith. És hogyan járjunk hitben. And y'all know we kept on that. We stayed in the book of Hebrews for months. És tudjátok, hogy a zsidó levélen is hónapokig időztünk. And then also this one, how to be led by the Spirit. És ugyanúgy ez, hogy hogyan vezessen bennünket a Szent Szellem. So we've just begun on this a matter of weeks ago. Ezt pár hete kezdtük. And I believe it to be vitally important. És úgy hiszem, hogy ez életbe vágóan fontos. Amen to your success in life. Azért, hogy te sikeres legyél az életben. Do you know it's possible to learn faith principles? Tudod-e, hogy meg lehet tanulni a hitnek az alap elveit? And be a failure. És mégis kudarcnak lenni. It's possible to learn principles and truth about our authority in Christ. Lehetséges az is, hogy megtanulod a privilégiumokat, a kiváltságokat Jézus Krisztusban, a hatalmadat. And our authority in the name of Jesus. És a hatalmunkat, amely a Jézus nevében van. And our rights and privileges in Christ, and be a failure. És mégis kudarcot vallunk. You must learn to be led by His Spirit. Meg kell tanulnod, hogy hogyan vezessen téged az ő szelleme. And you cannot separate exercising authority from being led by the Holy Spirit. És nem tudod elválasztani egymástól azt, hogy gyakorlod a hatalmadat Krisztusban, és azt, hogy a Szent Szellem vezet téged. You can't separate exercising faith from being led by the Spirit. És a Szent Szellem Szent Szellem által való vezetéstől nem tudod elválasztani azt sem, amikor a hitben gyakorlod a hatalmadat. That's how people, so many individuals in charismatic circles, word and faith circles have gotten into trouble. Ezért kerültek karizmatikus körökben, a hitkörökben az emberek bajba. Because they're going to claim something and believe something. Ugyanis elkezdenek valamit igényelni, elkezdenek hinni valamiben. But they do it apart from the leading of the Spirit. De ezt a Szent Szellem vezetésén kívül teszik. I know I learned this
When I first started working for Brother Hagen. Tudom, hogy ezt először akkor tanultam meg, amikor elkezdtem Hagen testvérnek dolgozni. In the healing school at that time we had counseling. A gyógyító iskolában abban az időben adtunk tanácsot az embereknek. And the Lord gave Brother Hagen some direction and that was changed, but in the beginning. És az Úr adott útmutatást Hagen testvérnek, de ez egy idő után aztán megváltozott. I'd be on the phones part of the time and people would call in for prayer. De az elején az úgy működött, hogy én állandóan a telefonon voltam, és az emberek betelefonáltak és ima kéréseket nyújtottak be. And they'd get me and others. És engemet kaptak meg a telefon másik végén, és pár másik embert. And one day, one morning, this lady called in. És egy reggel behívott egy hölgy. And she got me and she's just sobbing on the other end of the phone. És rettenetesen zokogott a telefonba. And took me a while to get her calmed down. What's wrong? What's wrong? És egy ideig eltartott, míg lenyugtattam, és kérdeztem tőle, hogy mi a gond? Mi a gond, mondjad el? She's from a large city and she had been mugged. A probléma az volt, hogy egy nagy városból való volt, és hogy kirabolták. Some rascal came and hit her on the head and valaki grabbed her purse. Ment az utcán, és valaki jött, jól fejbevágta, elvette a pénztárcáját. Knocked her down. Lerúgta őt, lelökte őt a földre. Well, finally she calmed down enough to tell me that she wasn't really hurt that bad physically. Aztán végül lenyugodott ez a hölgy, és valójában elmondta nekem, hogy nem is igazán az zavarja őt, hogy fizikailag valami kis sérülés érte, mert annyira nem fájtak azok a sebek. She had a bump on her head, some bruises, and her purse was gone. Volt egy púp a fején, volt néhány sérülése, és a pénztárcáját is ellopták. But other than that, she was okay. De ettől eltekintve rendben volt. But that wasn't the biggest thing that was bothering her. De nem ez volt a legnagyobb dolog, ami őt zavarta. The biggest thing was that she felt like God had let her down. A legnagyobb dolog az volt, hogy ez a hölgy azt hitte, hogy Isten cserben hagyta őt. She quoted the 91st Psalm every day, she ugyanis said. Azt mondta nekem, minden reggel idézi a 91-es Zsoltárt. Had for years. És éveken keresztül ezt teszi. And the 23rd Psalm, the Lord's my shepherd. És a 23-as Zsoltárt, hogy az Úr az én pásztorom. And he's my protectorate. És hogy ő az én védelmem. And he takes care of me. És ő gondoskodik rólam. She quoted it that day. És azon a napon is idézte ezeket a Zsoltárokat. Same day she got mugged. Ugyanazon a napon, amikor kirabolták. And I could tell the biggest thing bothering her is how could this happen? És, I'm a believer. És meg tudtam mondani, hogy a legnagyobb dolog, ami őt zavarta, az, hogy hogyan történhetett meg velem ez, hiszen én hívő vagyok. I believe in protection. Hiszek a védelemben, hogy történhetett ez meg nekem? You know, meg velem. Like that, here's a good piece of advice. Az ilyen kérdésekre itt van egy jó kis tanács számodra. Always stay on God's side. Mindig maradj Isten oldalán. Always stay on God's side. Mindig maradj Isten oldalán. I believe it was Brother Mel Piper I heard say that years ago. Úgy hiszem, hogy ez Mel Piper testvér mondta ezt évekkel ezelőtt. Always stay on God's side. Mindig maradj Isten oldalán. And realize he didn't let you down. És fedezd fel, hogy nem Isten hagyott téged cserben. Nem számít, hogy hogyan néz ki ez a dolog, hogyan érzed. He's never let anybody down. Isten soha senkit nem hagyott cserben. He's never lied to anybody. Isten soha nem hazudott senkinek. He's never failed anybody. Isten, and he's not gonna start with you. Isten soha nem hagyott cserben senkit, és nem veled fogja ezt elkezdeni. Right? Ugye? So just don't entertain any of that junk and don't get miffed at God. És éppen ezért ne gondolkozz ezeken a dolgokon a fejedben, és ne legyél dühös Istenre. I mean, that's one of the dumbest things you ever did. Mert ez az egyik legostobább dolog, amit tehetsz. Was get miffed at God. Hogy Istennel kezdesz, Istenre kezdesz újjal mutogatni. He's your solution. Mert Isten a te megoldásod. Not your problem. Nem a te problémád. But she's mostly confused and hurt and how could this happen? De ez a hölgy össze volt zavarodva, meg volt sérülve, és mi hogyan történhetett meg ez velem, kérdezte. Well, I'll be honest, when she told me that, I didn't know. És őszinte leszek veletek, amikor tőlem kérdezte, én sem tudtam a választ. I'm checking my heart, but I'm going. Vizsgáltam a szívemet, de ezt gondoltam magamban. I
I wonder why too. Én is azon gondolkozom, hogy hogyan történhetett ez meg vele. I didn't tell her that, but you know, persze, ezt nem mondtam neki. Lord, help me out. De gondoltam magamban, Uram, most segíts nekem. Segíts nekem. Friends, don't just develop pat answers to questions. Barátaim, egy jó tanács, hogy soha ne fejlesztetek ki válaszokat, olyan válaszokat, amire ráfogjátok, hogy minden egyes esetben ezek a válaszok működnek. Learn to look to the one inside. Hanem tanuljatok meg a belsőtökre figyelni, arra, aki bennetek lakozik. And the Holy Ghost began to deal with me about asking her how it happened and where it happened. És a Szent Szellem elkezdett azon nyomban velem foglalkozni, hogy kérdezzem meg tőle, hogy hogyan történt, mikor történt. And her business. És hogy mi célból ment, járt arra. So I did. I said, well, I said, so you went to a certain place, and she said, yeah, it was a bad part of town. És megkérdeztem tőle, szóval te akkor elmentél egy helyre, ugye? És azt mondta, igen, hát ez egy nagyon gonosz része annak a városnak. I said, but you needed to be there. You had some. Kérdeztem tőle, és neked ott kellett lenned akkor abban az időpontban. Said, well, sorta. És azt mondta, hogy hát. I said, well, did you have a check about going there? És kérdeztem, hogy volt valami a belsődben ezzel kapcsolatban, hogy talán nem kéne menned? She said, yeah. És azt mondta, hogy igen. I said, well, let's talk about that. És mondtam neki, akkor beszéljünk erről. I said, what do you mean? Did you have a check and you felt a warning about it? She said, és kérdeztem, hogy éreztél valami figyelmeztetést a szívedben, hogy nem kéne arra menned? But I just quoted the 91st Psalm. És azt mondta ez, hogy igen, de idéztem a 91-es Zsoltárt. Well, see, well, I'm just saying that to exemplify this. You can't try to exercise faith. Ezt csak azért mondjam, hogy példát hozzak nektek. Nem gyakorolhatjátok a hitet akkor. In the word and ignore the leading of the Holy Spirit. Nem gyakorolhatjátok a hatalmatokat és a hiteteket, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyjátok a Szent Szellem vezetését. It doesn't work. Ez így nem működik. I just want to give you one example of you must not try to separate exercising faith from being led by the Spirit. Éppen ezért egy példát akarok nektek mondani, hogy nem választhatjátok el a hitet a Szent Szellem vezetésétől. Exercising authority from being led by the Spirit. Vagy a hatalomnak a gyakorlását a Szent Szellem vezetésétől. Yeah, we're going to believe God. Yes, we're going to walk in faith. Igen, fogunk hinni Istenben és hitben fogunk járni. But what are we going to believe for right now? And when do we implement? De most ebben a pillanatban miben hiszünk, és mikor fogjuk ezt gyakorolni és gyakorlatba helyezni ezt a hitet? And what approach do we take? You remember, és hogyan közelítjük meg ezt a dolgot? David, when he was fighting the enemies of God's people. Emlékeztek Dávidra, amikor Isten ellenségeivel küzdött. That there'd be times he would inquire of the Lord. You hear that? És voltak ugye idők és esetek, amikor Dávid megkérdezte az Urat. That means he'd ask the Lord, how do I do this? And the halljátok ezt a kifejezést, Dávid ugye megkérdezte az Urat. Lord would say, go up against them, because I'm with you. And és az Úr szól Dávidnak, menjél föl ellenük, mert én veled vagyok. I'll deliver them into your hands. És én a kezedbe adom őket. And later, seemingly a very similar situation, but he didn't just assume. És később ugyanilyen helyzetben Dávid nem csak föltételezte, hogy majd ugyanúgy lesz, ahogy az előbb volt, hanem ismét megkérdezte Istent. És Isten azt mondta neki ekkor, hogy nem, most ne menj föl ellenük. Kerüld meg őket, és tedd ezt. És amikor hallod, hogy a bokorban bokorból valamilyen hang jön, ez egy teljesen más terv, ugye? Hogy ugyanazt a célt érjük el. Well, how are we going to know day to day how to deal with the problem or how to where to put our faith in? És ezért napról napra hogyan fogjuk tudni, hogy hogyan foglalkozunk azzal a problémával, hova helyezzük a hitünket? And how to believe and how to stand? És hogyan higgyünk, hogyan álljunk meg? Oh, thank God. Köszönjük Istennek. Thank God. Köszönet Istennek. For the greater one. Hogy a hatalmasabb, whom he's given us and sent us to, amelyet ő nekünk adott és nekünk küldött, to indwell us, to be our guide, hogy bennünk lakozzon és ami irányítónk legyen, be our teacher, to be our helper, hogy ami tanítónk legyen, hogy ami segítőnk legyen.
We must get to know him. Meg kell őt ismernünk. We must be sensitive to him and responsive to him. Érzékenynek kell lennünk, és választ kell adnunk az ő vezetésére. So let's read our text then. Ezért olvassuk el az ige verset. Romans 8:14. Róma 8:14. Let's pray before we read this, and I would ask you. Imádkozunk mielőtt elolvassuk. Believe with me this morning, as usual for utterance. És kérlek titeket, hogy higgyetek velem együtt, hogy előjön a mai napon a kiejtés. Then also there's some other things. There's some things the Lord spoke to me in the night time. És vannak dolgok, amelyet az Úr éjjel szólt hozzám. That I am to do and to say before we're through. Hogy amelyeket a mai napon, amiknek a mai napon el kell hangzaniuk. And so believe with me, and let's reverence the Holy Spirit. Higgyetek velem együtt, és tiszteljük meg a Szent Szellemet. Ma reggel, amen. Father God, we thank you. Atya Isten, köszönjük neked azt a meg azt a kiváltságot, hogy a te néped lehetünk. Micsoda megtiszteltetés, hogy ilyen hatalmas szabadsággal jöhetünk eléd. Hogy ezen a helyen imádhatunk, ezen a csodás helyen, amelyet te nekünk adtál, hogy ez a mi saját helyünk lehessen. És hogy örvendezhetünk egymásnak a közösségében. De mindenek előtt, mindenek felett a te csodálatos Szent Szellemednek a közösségét. Köszönjük. Adj nekünk kiejtést. Teljeset, szabadat. Adjál mindenkinek szívet, fület a hallásra, és szemet a látásra, és szívet a befogadásra. Beszélj hozzánk. Mozdulj rajtunk és közöttünk, és általunk. Tedd meg azt, ami jó a te szemedben, és ami a te tetszésedre van. Mutasd meg nekünk, milyen lépéseket tegyünk holnapra. És hogy mik az elkövetkezendők. Hogy a tetszésedre legyünk minden dologban, és neked adunk minden dicsőséget. Neked adjuk a dicséretet. És nem csak hallgatói leszünk az igédnek, hanem a te kegyelmed által meg is cselekedjük azt. And as we do, we know we'll be blessed. És ahogy ezt megtesszük, tudjuk, hogy áldottak leszünk. Jézus nevében. Amen. Amen. Róma 8. And verse 14. 14-es vers. Ott vagytok? Romans 8:14. He said, for as many as are led by the Spirit of God. Mert akiket Isten szelleme vezérel. They are the sons of God. Azok Istennek fiai. Oh, thank God. Köszönjük Istennek. Sons of God. Now, how many understand they are male sons Istennek of God and female. Fiai. Persze, ez beértjük ezzel a férfiakat és az asszonyokat is. Sons of God. Azok mind Istennek fiai. About all of us. Mindannyian. But can sons of God today expect to be led by the Spirit of God? De a mai napon elvárhatják-e Istennek fiai, hogy a Szent Szellem fogja őket vezetni? Igen. We had Faith Life Church. Mindenki a hit gyülekezetében, a hit élet gyülekezetében olvassa az új szövetséget, ugye? Egy fejezetet minden nap. Ugye igazán van gyülekezet, ugye? Mindenki a hit élet gyülekezetében olvassa az új szövetséget. És most fejeztük be az Abcsálnak az olvasását. And man, we saw that the Holy Ghost. És láttuk, hogy a Szent Szellem minden oldalon ott van. The Holy Ghost said this. A Szent Szellem mondta ezt. The Holy Ghost said that. A Szent Szellem mondta azt. Holy Ghost did this. A Szent Szellem tette ezt. Holy Ghost said no. A Szent Szellem azt mondta nem. Holy Ghost said go. A Szent Szellem azt mondta menj. Holy Ghost said not now. A Szent Szellem azt mondta nem most. And the ministry and the person of the Holy Spirit was so real to them. És a Szent Szellemnek a szolgálata és a személye olyan valóságos volt számukra. In all of their dealings. Minden dolgaikban. We're part of the same church. Hányan értek, hogy ugyanannak a gyülekezetnek vagyunk a része? We have the same Holy Spirit. Ugyanaz a Szent Szellemünk van. It's supposed to be just as real to us. És számunkra is ugyanolyan valóságosnak kellene lennie. Every day, minden every nap, night, minden éjjel, everywhere you are, mindenütt, ahol vagy, he's supposed to be real to you, his leading, his guiding, his valóságosnak kell lennie a számodra az ő vezetésének, teaching, his help.
az ő segítségének, az ő útmutatásának. We spent some time looking at what Jesus told us about the Comforter. He said, "I'm not going to leave you helpless and orphans." Egy ideig azon időztünk, ugye, hogy Jézus azt mondta, hogy nem hagylak titeket segítő nélkül, segítség nélkül árván, hanem nekünk adja a vigasztalót, a segítőt. Hogy egy más vigasztalót ad néktek az Atya. Another means one of the same kind. És az, hogy egy másik, az azt jelenti, hogy ugyanabból a fajtából való. Who was the first comforter? És ki volt az első vigasztaló? Ugye Jézus. The disciples were with Jesus. He was their first paraclete. A tanítványok Jézussal voltak, és Jézus volt az első paraklétoszuk. But he said, I'm going to send you another paraclete, another helper, another comforter. De Jézus azt mondta, hogy küldök nektek még egy paraklétoszt, még egy segítőt, még egy vigasztalót. And he said, it's better for you that I go away. És azt mondta az Úr, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. They couldn't figure that out. How in the world could it be better than hanging with Jesus? És ők nem tudták, hogy hogyan lehetne ez jobb annál, mint hogy állandóan Jézussal lehetünk. The Spirit of Jesus living inside you. Ennél az lehet jobb, hogy Jézusnak a szelleme lakik benned, a belsődben. So not just being with you, being in you. Nem csak, hogy veled van, hanem benned is van. 24/7, hallelujah. A nap 24 órájában, hallelujah. And anointing you and enabling you. És fölkent téged, és képessé tesz téged. Every breath, every heartbeat. Minden lélegzet, minden szívverés. That's better. Jobb. I said, that's better. Jobb. And that's what you and I have today. És neked is nekem ez van meg ma. But do you understand that the Holy Spirit helps some people a lot more than he does others? De érted-e azt, hogy a Szent Szellem egyeseknek sokkal többet segít, mint másoknak? It's a fact. There's some people the Holy Spirit helps them comb their hair in the morning. Ez a tény. Vannak emberek, akiknek a Szent Szellem segít reggel megfésülni a hajukat. Helps them cook their meals, helps them drive. Segít nekik megfőzni az ételt, vezetni. Helps them in every aspect of their business. Az ügyeiknek, a dolgaiknak minden területén segít nekik. He helps very little. És másoknak pedig nagyon keveset segít. Why? Miért? Not because he's a respecter of persons. Nem azért, mert személyválogató. It's because some people have learned to look to him. Hanem azért, mert egyesek megtanultak a Szent Szellemre tekinteni, and yield to him, és megnyílni and neki, respond to him, és válaszolni, cooperate with him, és együtt működni vele, while others just make their plans and do their thing, míg mások a saját terveiket szövögetik, csinálják a saját dolgaikat, in their own strength, az ő saját erejükben. Look at your neighbor and tell him. Nézd a szomszédodra most, és mondd el nekik. You need help. Szükséged van segítségre. You need help. Szükséged van segítségre. Now you turn back and you tell them, I have help. És te most nézz vissza a másikra, és mondd neki azt, hogy van segítségem. Amen. I have help. Van segítségem. The question is, are we taking advantage? A kérdés az, hogy származik-e nekünk ebből valami jó. Full advantage. Hogy kihasználjuk-e ezt teljesen. All of the help, capital H. From the helper, capital H, who's in us and available to us. Hogy javunkra válik-e az, vagy hogy kihasználjuk-e azt, hogy a segítő a nagy S betűvel bennünk van. And I think for the most part the answer would be no, we have not. És tudom, hogy a legtöbben a válaszotok ez lenne, hogy nem. But that's why we're talking about it. De ezért beszélünk erről. In 2 Corinthians, if you're holding your place in the 13th chapter, 2 Corinthians. A 2. Korintusi levél 13. fejezetében. I'm so glad I don't have to do this on my own. Úgy olyan boldog vagyok, hogy ezt nem kell egyedül elvégeznem. Oh, dear Lord. Édes Uram. I don't think I'd even get out of bed. Úgy hiszem, hogy magamtól még reggel föl se kise kelnék az ágyból. Come to church. Hogy eljöjjek a gyülekezetbe ide hozzátok. If I thought I'd just have to do this on my own. Ha csak magamnak kéne ezt megtennem. People say, what happened to Brother Keith? És az emberek kérdeznék, hol van Keith testvér? Hát elment. Ugyanis számomra ez túlságosan nagy teher lenne, ha egyedül kellene ezt tennem.
Oh, but thank God we're not without help. De köszönjük Istennek, hogy nem vagyunk segítség nélkül. He's with us. I mean, he will take you by the hand. Ő velünk van, és ez alatt azt értem, hogy fogja a te kezedet. And walk you every step of the way. És minden lépésben veled he'll van. Explain everything to you. És mindent megmagyaráz neked a Szent Szellem. He'll prepare you for everything. Mindenre fölkészít téged. And when you feel weak, he will quicken you. És amikor gyengének érzed magad, megelevenít. And strengthen you. És megerősít. And when you feel dumb, he will teach you. És amikor ostobának érzed magad, ő tanít téged. Amen. Amen. Ha te hallgatsz. And that's not just for one or two people, that's not just for preachers. És ez nem csak egy-két embernek van, nem csak prédikátoroknak, mindenkinek. We may talk about this later, but in the Old Testament. Lehet, hogy beszélni fogunk erről később. In the construction of the tabernacle. De az Ószövetségben, amikor a szentélyt építették. The Lord said that he had anointed Bezaleel and Aholiab. And of course you're familiar with them. Az Úr azt mondta, ugye, hogy fölkente két szemét kent föl az Ószövetségben, hogy elvégezzék a szentélynek az építését. Bezaleel and Aholiab weren't prophets, weren't priests, weren't teachers of the word. What were they? Nem voltak proféták, nem voltak tanítók, nem az igének a tanítói voltak, hanem mik voltak ők? A kezükkel dolgozó emberek voltak, ugye? De a kettő Mózesben megtalálhatjátok ezt, hogy Isten fölkente Bézsaleelt, a Húr fiának, Urinak fiát, a 2 Mózes 31-ben, és a Aholiábot is, hogy dolgozzanak a kezeikkel. Isten fölkene téged, hogy a te kezeiddel tudjám dolgozni. Sokan azt mondjátok, hogy igen, a Szent Szellem segít a prédikátoroknak, hogy prédikáljanak, he'd help churches, but I'm just segít a gyülekezeteknek. Out here, you know, I'm stocking groceries. Friends, de Isten nem fog nekem segíteni abban, hogy például az élelmiszert kirakjam a polcokra. You ain't never stocked groceries till you stocked them in the anointing. Barátaim, mondom nektek, hogy soha nem raktátok ki még az élelmiszert a pultra, ha nem kenetben tettétek azt. I'm serious as I can be. Ezt nagyon komolyan mondom ezt. I mean, the Holy Ghost will show you how to do it 10 times better. A Szent Szellem megmutatja neked, hogyan kell azt 10-szer jobban tenni. In half the time. A fél idő alatt. He knows the best way to do everything. Ugyanis a Szent Szellem tudja a legjobb módját annak, hogyan tegyél meg mindent. But you gotta look to it. De őre kell tekintened, meg kell őt kérned. In 2 Corinthians, 2 Korintus, chapter in the 14th verse. 13-14. Corinthians 13:14. 13. az magyarban. Says the grace of the Lord Jesus Christ. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme. And the love of God. És Istennek a szeretete. And the communion. És a Szent Szellem közössége. Of the Holy Ghost or Holy Spirit be with you all. Amen. Mindnyájatokkal. Amen. Here we see the three persons of God. Itt látjuk Istennek három személyét. God the Father. Isten az Atya. God the Lord Jesus. God és the Isten az Úr Jézus. Holy Ghost. És Isten a Szent Szellem. Grace of the Lord Jesus. Love of God. Communion. The word communion is also Jézusnak a kegyelme, Istennek a szeretete. Translated fellowship. A közösség az valójában a közösségben lenni mással. We spent some time talking about that the Holy Spirit is not an it. Ugye beszéltünk arról, hogy a Szent Szellem az nem egy tárgy. Jesus referred to him repeatedly with masculine pronouns. Jézus ugye személyes névmással utalt a Szent Szellemre. Ismételten az igében, he, hogy him, ő, his. Ő. Az angolban egyébként him nem. It's incorrect to refer to the Holy Spirit as an it. És nagyon helytelen a Szent Szellemre úgy hivatkozni, mint egy tárgyra, élettelen dologra. Ugyanúgy, mintha rád is úgy hivatkoznánk, mintha egy tárgy lennél. Nem szeretnéd ezt, ugye? Mert nem vagy egy tárgy. You're a person. A személy vagy. And we talked about what constitutes personhood. What makes a person? És beszéltünk arról, hogy miből áll egy személy. Talked about
A person has a mind. Beszéltünk arról, hogy személynek van elméje. Van, tud gondolkodni, vannak gondolatai. Egy személynek van akarata, és tud választani, tud döntéseket hozni. Egy személynek vannak érzelmei, érzései. Van lelke. And we're going into great detail talking about how that the Holy showing you scriptures when it says the mind of the spirit. És mutatunk nektek igéket, ahol az szerepel, hogy a szellemnek az elméje. As the spirit wills. Ahogy a szellem akarja. And then we went into some detail last week talking about God, how that he gets mad, he gets glad. És múlt héten beszéltünk arról, hogy Isten mérges is szokott lenni, Isten örül is. He can be grieved, he can be hurt. Megszomorodhat, megbánthatod Istent. He sings. Isten énekel. Like és mondhatod azt, hogy te csak olyanná próbálod festeni Istent, amilyenek mi vagyunk. Like nem, Isten teremtett minket olyanra, amilyen ő maga. Nem. God is not expressionless. Isten nem kifejezéstelen. God has what we might call them emotions. I don't know if there's a better word for that, but he has a soul. That's a Bible word. Istennek van lelke, ez egy bibliai szó, a lélek. And he expresses himself. And és Isten kifejezi magát. To me, some years ago when I was studying this and he said, Keith, és évekkel ezelőtt, mikor ezt tanulmányoztam, az Úr szólt nekem, és nem hallható hangot hallottam. És azt mondta nekem Isten a szívemben, a belsőmben, hogy Keith, ahogy észrevette, de hogy milyen embereket választottam az én első szövetségemben. És azt mondtam, nem, Uram. Milyen embereket? És mondtam, hogy nem tudom. They were expressive souls. Olyan lelkek voltak, akik kifejezték magukat, ugye? Expressive souls. I wrote it down. Kifejező lelkek. They got mad. Dühösek lettek, szétérték a ruháikat, és aztán hamut dobtak az égbe. Strap on their swords and somebody might die that day. És megragadták a kardjukat, és azon a napon valaki biztos meghalt. And if they were happy, és ha boldogok voltak, I mean, the wine flowed and akkor a folyott a bor, sacrifices were sacrificed, áldozatokat hoztak. The Bible talks about people shouting so loud, they heard them miles away. És a Biblia beszél arról, hogy az emberek olyan hangosan kiáltottak, hogy mérföldekre elhaladszott a hangjuk. How many believe heaven is not a stoic dead place? Hányan hiszitek, hogy a menny az nem egy ilyen stoikus, tehát kifejezéstelen hely, ahol nem lesz, ahol alig merünk majd megmozdulni. It's a happy place. A nagyon boldog hely. People are not afraid to praise God. Az emberek nem félnek, hogy Isten dicsérjék. They're not afraid to praise God with a loud voice. És nem félnek attól sem, hogy Istent hangosan dicsérjék. Shout. Hogy kiáltsanak. Amen. God doesn't have two separate wills, one for the heaven and one for the earth. És Istennek nincs két különböző akarata, egy a menny számára és egy a föld számára. When he blesses you, amikor ő megáll téged, you don't go, well, I feel it deep inside. Akkor nem azt mondod, hogy bent a belsőmben érzem. But that's just me now. That's all I ever do. Well, no, you... És én csak ezt így teszem, így dicsérem Istent. Need to get free. Nem, szabaddá kell válnod. I said you want to get free. Azt mondom, hogy szabaddá kell válnod. And be able in front of your children and in front of your spouse. És a gyermekeid előtt, a hitvesed előtt. Lift up your hands and say, oh, thank you, Lord. Föl kell emelned a kezed, és azt mondanod, hogy köszönöm, Uram. Oh, thank you for doing that for us. Köszönöm, hogy ezt megtetted értünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Well, I'm a man and I just can't express my feelings. Mondod azt, hogy de én férfi vagyok, és nem fejezhetem ki az érzéseimet. You're being weak. Nem, te gyenge vagy. It's no sign of strength. Ez nem az erőnek a jele, it's a sign of weakness. Hanem a gyengeségnek a jele. And insecurity, that you're afraid to open your mouth and say something. És ahhoz, hogy annak is, hogy bizonytalan vagy, és félsz attól, félsz kinyitni a szádat, hogy mondjál valamit Istenre. Legyél egy igaz férfi. Stand up and shout. Állj föl, és néha kiálts is. Stand up and say, oh, glory to God. És mondd azt, hogy dicsőség Istennek. I'm not ashamed of the gospel. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Jesus bought me and paid for me. Jézus megvásárolt engem, fizetett értem. Died for me. Meghalt értem. He rose again for me. Föltámadott értem. Better not
nothing against it. És ajánlom, hogy ne szólj ez ellen semmit. Be a man like that. És legyél férfi, ilyen férfi. Amen. Stand Amen. Up for your Lord. Állj ki az Uradért. Stand up for your father. Állj ki az Atyádért. Be scared. Ne legyél, ne rettegj. Bound. És ne legyél megkötözve. That's another message. De ez egy másik üzenet. The Holy Spirit a Szent Szellem is a person. Egy személy. The Lord gave me these three R's. A Szent Szellem... Do you remember these? A Szent Szellemmel kapcsolatban az Úr adott nekem három betűt. Three R's for spiritual sensitivity, which is what we're... Amely három szónak az első betűje, és ez fogja, ez összefüggésbe hozható a, azzal, hogy érzékeny válsz a Szent Szellem felé. We're talking about. That's our whole thing. We want to know him better. Be more aware of him. Ugye, mert erről beszélünk, hogy jobban meg akarjuk őt ismerni, még inkább érzékelni akarjuk őt. And the Lord gave me three R's. És az Úr adott nekem három betűt. He gave me a, I use two words, realize, I also use the word recognize, és, but to recognize the Holy Spirit. Az első volt az, hogy az angolban három R betű van, a magyarban ugye az első szó erre az, hogy fölfedezni, fölismerni, elismerni. And to respect. A második the pedig Holy Spirit. Az, hogy tisztelni, megtisztelni a Szent Szellemet. And to respond. És a harmadik pedig az, hogy válaszolni, reagálni a Szent Szellemnek a hívására, szólására. Három dologra kell összpontosítanunk, hogy a szellemünkben növekedjünk. Hogy az érzékenységben növekedjünk. Az első pont az, hogy tudatában lenni annak, hogy ő velünk van, fölismerni, elismerni az ő jelenlétét. Kettes, megtisztelni őt, hármas pedig választ adni az ő szól, amikor ő szól hozzád, válaszolni. Ma reggel, körülbelül 4 órakor hajnalban, az Úr kiigazított. És azt mondta, hogy nem. Megtisztelni a Szent Szellemet, az az első pont. So I went and switched it around. I said, that's right. És aztán megfordítottam a sorrendemet. Respect. Megtisztelni. And I began to see some things. És elkezdtem látni dolgokat. Respect. Megtisztelni. With faith. Megtisztelni az összefüggésbe hozható a hittel. We walk with him by faith. Ugyanis a Szent Szellemmel hitáltal járunk, ugye? Not by sight. Nem látásban. That means so much of the time we don't feel him. Ez azt jelenti, hogy a legtöbbször nem érezzük a Szent Szellemet. But we believe he's here. De hisszük, hogy ő itt van. Right? Ugye? It's just like Enoch walked with God. Ez ugyanaz, amikor Enoch járt Istennel. Hebrews said he did so by faith. A zsidó levél azt mondja, hogy hitáltal járt Enoch Istennel. Walk with God. Hogyan járt Enoch Istennel? And you're looking at the whole story. God became so real to Enoch. És ha megnézed a történetet, Isten számára, Enoch számára Isten nagyon valóságossá vált. And they fellowshiped so intimately. És olyan until God took him. Intimen közösségben volt Istennel, amíg végül Isten magához ragadta, ugye? He left this place. Elhagyta ezt a helyet. In fellowship with God. Miközben közösségben volt Istennel. But how would you do that? De hogyan teszed ezt meg? Enoch had heard stories of his grandpa Adam and grandma Eve. Valószínűleg, hogy Enoch hallott történeteket Éva nagymamától és Ádám nagypapától, akik annak idején Istennel voltak közösségben, ugye? És ezt elveszítették. De Enoch hallott erről. És túl jónak tűnt ez számára, hogy csak úgy elfelejtse. És azt gondolta magában, én is akarok Istennel beszélgetni. Én is Istennel akarok lenni. In the afternoon. Délutánonként. I want to be able to talk to God like Grandpa did. És én is akarok Istennel úgy beszélni, ahogy a nagypapám tette. And finally, just by faith, he stood up one day and he said, "Well, I know you're here." És aztán egy nap hitáltal Enoch fölállt és azt mondta, tudom, hogy itt vagy. I'm just going to talk to you. És ezért beszélni fogok hozzá. I'm just going to believe that you hear me. És hinni fogom azt, hogy te meghallgatsz engem. And he began doing that as a regular thing, night and day. És ezt rendszeresen megtette éjjel és nappal. Believing God
és hitte, hogy Isten ott volt, és hitte, hogy Isten meghallotta őt. Causes God to respond. És tudjátok ehhez, hogy a hit az, amire Isten válaszol. And you draw near to him, what happens next? És ha te közel húzódsz Istenhez, mi történik? He draws near to you. Isten közel húzódik hozzád. You believe in him, and he manifests himself to you. Te hiszel ő benne, és ő kijelenti magát neked. And the more he believed in God, the more real God became to him. És minél jobban hitt Istenben Énok, annál valóságosabbá vált Isten számára. And then he believed in God all the more, and God became more real, until God was more real to him than the trees he sat under. And the Míg Isten valóságosabbá vált számára, mint az a fa például, amelyen ült. People he talked to. Vagy azok az emberek, akikkel beszélt. Can the Holy Spirit be that real to us? Lehet-e a Szent Szellem ilyen valóságos számunkra? And fellowship and communing with him. Abba, azáltal, hogy közösségben vagyunk vele. But such a vital part of it is respect. De ennek egy nagyon életbe vágóan fontos része az, hogy tiszteld a Szent Szellemet. Listen to these scriptures. Hallgass meg ezeket az igéket. Nektek nem kell odalapoznatok. De írjátok le. De nagyon óvatosan hallgassatok most. The scripture said in Psalm 111:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A Zsoltárok azt mondja a 111-es Zsoltár a 10. verse, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. How many understand that this fear is not a tormenting fear? Hányan értitek, hogy ez a félelem ez nem egy gyötrelmet okozó félelem? But a reverential fear. Hanem ez a tiszteletteljes félelem. Would this include the ideas of respect? És ez magába foglalja ezt a tiszteletet. And honor. És a megtisztelést. To fear God, to reverence him. Hogy amikor te féled Istent, akkor te tiszteled Istent. And treat him with great respect. És nagy tisztelettel bánsz Istennel. And what happens when you take that step, that is the beginning of wisdom. És amikor megteszed ezt a lépést, mi az? Ez a bölcsességnek a kezdete. The Bible talks about the spirit of wisdom. Ugyanis a Biblia beszél a bölcsesség szelleméről. Well, there's just one Holy Ghost. How many want the wisdom of the Spirit? És az a Szent Szellem, ugye hányan akarjátok a Szent Szellem bölcsességét, a Szent Szellem tud mindenről mindent. And you want him to share some of that with you. És te bizony akarod, hogy veled megosszon ebből egy pár dolgot, ugye? Right? About particular things that you're dealing with. The wisdom of God is so wonderful. És azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyekkel most éppen foglalkozol. Istennek a bölcsessége olyan csodálatos. Hogy egyik percben ülhetsz és vakarhatod a fejedet, hogy mit tegyél. But what in the world? I don't even know what's going on. And just in a flash, the Holy Ghost can show you. És egy szempillantás alatt a Szent Szellem meg tudja neked mutatni. And you not only know what's going on. És nem csak, hogy tudni fogod, mi történik, hanem fogod tudni, hogy mit kell tenned, és olyan egyszerű lesz ez a te szemedben. És azt mondod, hogy tényleg. És ezt miért nem láttam eddig? De a Szent Szellem megmutatta neked. And all your confusion is gone, and your anxiety is gone. És az összezavarodottságod, az aggodalmad az elmúlt. Why, 'cause you know what to do. Miért? Mert tudod, mit kell tenned. How does it start, though? This wisdom. How does it start? Hogyan kezdődik el ez a bölcsesség? The fear. Az Úrnak a félelmével. Az Úrnak a tiszteletével. Respect. A megtisztelésével. For the Holy Spirit. Listen, hogy tiszteled a Szent Szellemet. Other scriptures. Hallgassatok meg más igéket. Proverbs 1:7. A példabeszéltek 1:7-es ige. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. Beginning of knowledge. A feje, a kezdete más szóval a bölcsességnek. Nem fogok belemenni, de több más ige van, ami hasonlóan mondja ezeket a dolgokat. Where does real knowledge begin? Where does real wisdom begin? Hol kezdődik az igazi tudás és az igazi bölcsesség? With the fear of
of the Lord. Az Úrnak a félelmével. And the person of God who is in us and walks with us daily. És Istennek a személye, aki bennünk lakozik és velünk jár nap mint nap. Is the Holy Spirit. Az a Szent Szellem. We must show him proper respect. És meg kell őt tisztelnünk. You understand, people are ignoring him every day. Tudjátok-e, hogy az emberek figyelmen kívül hagyják a Szent Szellemet minden nap? He's there. Ő ott van. He would help. Segítene. He would teach. He would show. Tanítana, megmutatna. But people are ignoring him. De az emberek figyelmen kívül hagyják őt. Persze nem tudatosítják, hogy nem tekintenek rá. De teljes mértékben figyelmen kívül hagyják őt. Rick, won't you close your Bible and stand up here for Rick, kérlek, csukd be a Bibliádat és gyere ide mellé. Most pedig feltételezzük, hogy a Szent Szellem az Rick testvér. So many Christians just like this. The Holy Spirit is there and they're going. A sok keresztény ugyanígy van ezzel, hogy a Szent Szellem ott van mellettük, és mégis ezt teszik. Mit fog tenni? Az üzletemben ez a sok dolog folyik most, és akkor mit fogok én most tenni? És mi van ezekkel a számlákkal? És mom, mit gondolsz, mit kell tennem? And Mo, he gives me his idea. És Mo elmondja az ő elképzelését. And guys, what do y'all think I ought to do? És fiúk, ti mit gondoltak, mit kell tennem? Y'all pray for me. Mindannyian imádkozzatok értem. Mindannyian. És aztán jövök, leülök és gondolkozom. És ó, Uram, mit fogok tenni? Lord, help me. Uram, segíts nekem! Uram, segíts nekem! Segítenél? Kérlek, segíts! Kérlek, Isten, segíts! Kérlek, Isten, kérlek, Isten. Mindannyian, ti mindannyian imádkoztok, értem. Adjatok nekem tanácsot, mit tegyek? Ugyanis kellett döntést hoznom ezzel kapcsolatban. Mindannyian segítsetek nekem. Billy testvérnő, te is mondd meg nekem, mit tegyek. Ti, az én alkalmazottai mindannyian imádkozzatok. Mert itt van egy hatalmas döntés, amit hoznunk kell. És gondolkoztam, és gondolkoztam, és nem jöttem rá még mindig, hogy mit kell tennem. Egy kicsit aludnom kell most erre. És fölkelek, és állandóan aggódok, és ezen gondolkozom. Uram, természetesen a Szent Szellem nem csak mellettem van, hanem bennem is lakozik. But until I acknowledge him, de amíg én nem ismerem előtt, everybody say acknowledge. Mindenki mondja, hogy elismerni. Acknowledge him. Elismerni őt. Look to him. Amíg nem tekintek, nem nézek belőle őre, and get quiet. És nem csendesedek el. And see, this is all part of being respectful. És ez mind része a tisztelet teljes viselkedésnek. Respectful. Tisztelet teljesnek. I'll say that in just a minute. Respectful. Tisztelet teljesnek. Köszönöm, Rick testvér, leülhetsz. Listen to these truths in the New Testament. Hallgassátok meg ezeket az igazságokat az Új Szövetségben. We are taught in the Scripture. Az igékben tanítatunk arra a Szent Szellemmel kapcsolatban, not to quench him. Hogy ne szomorítsuk meg őt. Emlékeztek erre? Nem fogok ezen sietni, most ezen átsietni. Van időtök ma? Go to 1 Thessalonians 5, please. Menjünk el az 1 Tesszalonika 5-be. Take the time to turn these and mark these. Jelöljetek meg ezeket az igéket, ha már ismeritek, akkor buzdítsátok fel magatokat, ha nem ismeritek, akkor ismerjétek meg őket. 1 Thessalonika. 1 Thessalonians 5. Az 5-ös fejezet. And verse 19. 19-es vers. What does it say? Mit mond itt az ige? Mark it if you don't have it marked. 1 Thessalonians 5:19. Quench. Jelöljétek meg. Not
the Spirit. A szellemet ki ne oltsátok. Quench not a szellemet ki ne oltsátok. Has the idea of throwing something wet on a fire or a flame. És ez a szó itt valójában azt jelenti, hogy a görögben, hogy ha valami tűzben áll, akkor arra valami vizes ruhát dobsz, és úgy eloltod a tüzet. And smothering it. És kioltod azt a tüzet. Would people smother what the Holy Spirit's trying to show them and tell them? Ki tudják-e oltani az emberek azt, amit a Szent Szellem próbál nekik megmutatni? And deal with them. Amivel foglalkozik velük. Would Christians do that? Megteszik ezt a keresztények. It's a huge problem. Ez egy nagy probléma. De nagyon sokszor az emberek nem fedezik föl, hogy ezt teszik. But they are. De ezt teszik. And it's because they're not aware that it's healed. És azért, mert nincsenek tudatában annak, hogy az ő. So many times they're thinking, well, that was just me. Azt sokszor azt gondolják az emberek, ez csak én voltam. What do you mean, just you? Mit értesz az alatt, hogy csak te? Because he's going to lead you through your own spirit. Mert ő a te saját szellemeden keresztül fog vezetni. Not through your own intellect, nem but through your own spirit. Az intellektusod, hanem a saját szellemeden keresztül. We're going to get into that in detail later, but. Ebbe később bele fogunk menni részletesen. Quenching him means ignoring him. Kioltani a Szent Szellemet azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyni őt. Leelnyomni magadban. Valami följön a szívedben. Valamit érzékelsz, valamit tudsz a szívedben. A vezetés, de így elnyomod magadban. Figyelmen kívül hagyod, elnyomod. Kiérveled a fejedben. Túlléped. Kioltod. What the Bible say about that? Mit mond a Bibliáról? Ne tedd meg. Don't do it. Ne tedd meg. Don't quench what he's dealing with. Ne oltsd ki azt, amivel a kapcsolatban a Szent Szellem foglalkozik veled. Another thing the New Testament says. Egy másik helyen. Don't grieve the Holy Spirit. Go to Ephesians. Az ige azt mondja, hogy ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet. Menjünk el az Efézus 4-be. Ephesians 4. Efézus 4. And verse 30. Ephesians 4, just back a few pages. 30-as vers. Ephesians 4:30, are you there? Ott vagytok? Scripture says, and grieve not the Holy Spirit of God. És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét. For by you are sealed unto the day of redemption. Akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjára. Don't grieve him. Ne szomorítsd meg őt. He's a person, isn't he? Mert ő egy személy, ugye itt is látjuk, hogy egy személyről van szó. An impersonal entity, you can't grieve a chair. Egy széket nem tudsz megszomorítani. You can't grieve an instrument, you can't grieve electricity. Vagy egy tárgyat, vagy az elektromosságot. But the Holy Spirit can be grieved. De a Szent Szellemet meg tudod szomorítani. How would he be grieved? Hogyan szomorodik meg a Szent Szellem? Grieved with something that you're doing. Valami keresztül, amit te teszel, ugye? And so many times, since he lives in you. És and sometimes people say. Nagyon sokszor ugyanis a Szent Szellem benned lakozik. Az emberek ezt mondják. And I just grieved me. Well, ez a dolog engem nagyon megszomorított. A lot of times you're sensing his grief. Nagyon sokszor, ami téged, a szellemedet valami megszomorítja, úgy érzed, valójában a Szent Szellem szomorodott meg benned. He's in you, it grieved him. Mert ő benned van, és őt ez megszomorította. And you sensed it in you. És te ezt magadban érzékelted. Mert ő benned van. And if it grieves him, és ha az őt megszomorítja, we ought to fix it quickly. Akkor azt nagyon gyorsan ki kell igazítanunk. If it's within our power. Hogyha ez a mi erőnkben van, ugye? Right? Grieve not, no. See, all things have to do with respecting him. És ez mind, ennek mind köze van ahhoz, hogy meg kell őt tisztelnünk. Showing him the proper reverence. A megfelelő tiszteletet kell az ő irányába mutatnunk. And deference. Now that doesn't mean that we get cold and scared. Ez nem azt jelenti, hogy hidegé válunk, hogy megijedünk. He's also the one that gives you joy unspeakable. Ő ugyanaz a személy, aki neked kimondhatatlan örömöt ad. And full of glory. És teljes dicsőséget. És olyan békességet, amely minden értelmet felülhalad. Amen. Amen. But we must learn the ways of the Spirit. De meg kell tanulnunk a szellem útjait. So many times
individuals and even whole groups have only learned one or two or three ways to respond to him. De nagyon sokszor személyek vagy pedig csoportok megtanultak egy-két-három utat megtanultak arra, hogy hogyan lehet a Szent Szellemet megtisztelni. And so no matter what they sense, they respond that way. És mindegy, hogy mit érzékelnek, ugyanúgy reagálnak mindig a Szent Szellemnek a mozdulására. Some people have learned to shout. Néhányan megtanulták, hogyan kell kiáltani. So if the Spirit moves in hilarity, they shout. És én éppen ezért, hogy a Szent Szellem olyan módon mozdul, akkor kiáltanak örömükben. If he moves in soberness, they shout. Hogyha nem éppen ilyen örömteli dologgal mozdul a Szent Szellem, akkor is kiáltanak. Ha kijelentésben mozdul a Szent Szellem, akkor is kiáltanak. Hogyha a gyógyulásban mozdul, akkor is kiáltanak. Értitek, miről beszélek? But they're limited in their scope of understanding and expressing. Mert ők ezt tanulták meg, és nagyon korlátozva vannak az ő kifejezésükben, hogy hogyan lehet a Szent Szellemre másképpen reagálni. Brother Hagen, Kenneth Hagen, who's in heaven now. Hagen testvér, aki most már a mennyben van, örvendezik. Our spiritual father in the faith. Ami a szellemi atyánk a hitben. One of the meetings he took us on. Az egy elvitt minket egy alkalomra. In New York State. New York államban. He had me stand up and he said this brother Keith, he said I brought him. És azt mondta, fölállította a pulpitusra és azt mondta, hogy ez két testvér. He said I personally trained him. És ő fog most nektek beszélni, és én személyesen edzettem őt, képeztem ki őt erre a munkára. He said some very nice things. És mondott pár szép dolgot rólam. És aztán leültem, és elkezdtem ezen gondolkozni. Később jobban megismertem Hagen testvért, és nagyon, és tudtam vele kettesben is időt tölteni. De abban az időben nagyon kevés időt töltöttem vele. I hardly saw the man except on the platform. És szinte soha nem láttam őt azon kívül, amikor prédikált és tanított nekünk. And he said he personally trained. És Hagen testvér azt mondta, hogy én személyesen képeztem ki őt. Because in my mind I had this thing of what that meant. That meant your pals. És mert az én elmémben az, hogy kiképezni vagy valakit fölkészíteni a szolgálatra, az azt jelenti, hogy akkor jó kis haverok vagytok. And you sit down over meals and you ask him questions and és leültök mondjuk ebéden, és fölteszel neki kérdéseket, és ő válaszol. De tudjátok-e, hogyha erre kellett volna várnom, akkor nagyon sokáig kellett volna várnom. And later on back at the room I asked the Lord about it. I said, Lord, és később a szobámban megkérdeztem az Urat erről. És azt mondtam, hogy Uram, tudom, hogy ő ezt mondta, hogy személyesen képezett ki. He's probably right, but és biztos igaza van. You know, and the Lord began to do with me. He said, sure he did. És az Úr foglalkozott velem, hogy persze, hogy azt tette. Sure he did. Persze. In that seat. Amikor te ott ültél a sorban, minden nap, akkor ő rajta keresztül én képeztelek ki. És az emberek sokszor azzal vannak elfoglalva, hogy meg akarják a személyiségét ismerni annak az valakinek. Nem, te nem ezzel akarsz foglalkozni, te a kenetet akarod megismerni. És nagyon sokszor a szolgálók sokkal erősebb kenettel vannak fölkenve az alkalmak során. Nem mindig, de nagyon sokszor. És te nem csak a hústest közelében akarsz lenni, hanem a kenet közelében. Mert a kenet tanít téged. És az Úr megmutatta nekem, hogy én, amikor nap után ott ültem az első sorban, és ő bejött, és érzékeltük a Szellem mozdulását, és tudtam, hogy ez a Szent Szellem, ezt tudtam, de nem tudtam, hogy mit akar tenni a Szent Szellem.
But what to do with it? És ez mindig és más volt, mint amit addig tudtam, de hogy mit kezdjek ezzel, azt nem tudtam. But then I see him interpret the flow of the spirit and go and yield the right direction. De aztán láttam őt, ahogy megmagyarázza a Szent Szellemnek ezt a mozdulását, és megnyílik erre a mozdulására a Szent Szellemnek. Hégen. And without realizing it, I'm learning volumes. És mi, anélkül, hogy ezt akkor tudatosítottam volna, nagyon sok mindent megtanultam akkor. Just by being there, because then later, csak azáltal, hogy ott ültem. És mert később az én saját szolgálatomban, amikor valamilyen dologba ütköztem, akkor eszembe jutott, és azt mondtam, hogy igen, én tudom, hogy mi ez. I know what this is. Tudom, hogy mi ez. This kind of anointing. Ez a fajta kenet. This is what we do with this. És ezt kell ezzel a kenettel tennünk. And with all of us, friends, that's one of the great advantages of being around people who have walked with God longer than you have. És barátaim, ez az egyik legcsodálatosabb dolog azzal kapcsolatban, hogy olyan emberek közelében lehetsz, akik sokkal hosszabb, régebb óta járnak már Istennel, mint te. Amen. Amen. Because I don't care how diligent you are. Mert nem számít az, hogy milyen szorgalmas vagy. I don't care how diligent you are to pray. Nem érdekel, hogy milyen szorgalmasan imádkozol, vagy hogy milyen szorgalmasan tanulmányozod az igét. Van egy dolog, amiben soha nem fogod beérni a véneidet. Never. Soha. Experience. Az a tapasztalat. So respect that. Ezért tiszteld ezt. Amen. Lehet, hogy te több igét tudsz idézni. De ez nem azt jelenti, hogy te több a tapasztalatod, és hogy jobban tudod azt. So respect. Ezért tiszteld ezt. But we must learn. I believe the Lord's in the process of teaching us as a church. De meg kell tanulnunk, és hiszem, hogy az Úr most minket, mint a gyülekezetet tanít erre. Amen. Amen. And don't misunderstand. És ne érts. We're not gonna even, you know, the Lord tarries is coming that long. 50 years from now, we're not gonna stand up and go, we got it. És ne érts félre, hogyha az Úr vár a visszajövetelével, és 50 év múlva is itt leszünk, nem fogjuk tudni megtenni azt, hogy fölállunk, és azt mondjuk, hogy na most már mindent tudunk. Minden útat megtanultunk, nem fogod megtanulni. Mert ő olyan hatalmas, olyan sok oldalú, és olyan csodálatos. I suppose millennia from now. Not suppose. Well, I know. Millennia from now. The Holy Ghost will move a completely different way. Mert hiszem, hogy sok évezred után az Úr a Szent Szellem fog mozdulni. Wow. És egy teljesen új módon, és azt fogod mondani, hogy wow. Because he's God. Miért? Mert ő Isten. Unlimited. Nincs korlátokhoz szabva. Phyllis and I used to go to church and minister in another state. And bless his heart. Phyllis és én el szoktunk járni egy másik államba, szolgálni egy gyülekezetben. There was a guy there. He was an older gentleman. És volt ott egy idősebb úriember, áldott legyen az ő szíve. Every time I was there, every service I was there, when the anointing would begin to come in any way, he'd jump and shout and run. Volt minden egyes alkalommal, amikor ott volt a gyülekezetben, és a kenet leszállt, és valamilyen egészen más útja, módja volt a Szent Szellemnek, akkor mindig fölugrott, és elkezdett futkározni. He couldn't run very fast, but he'd run. Nem tudott nagyon gyorsan futni, de futott. And I mean, I don't care what kind of anointing it was. Anytime he sensed the spirit in any way, but he jumped, shout. And mindegy, hogy milyenféle kenet volt, fölugrott és futott. Run. Elkezdett futni. And I know what happened years ago, you know, 57 or whatever, the Holy Ghost moved and it was a time to jump and run and shout. And everybody jumped and ran and shout. És mert tudom, emlékszem rá, hogy pár évvel ezelőtt a Szent Szellem úgy mozdult, hogy olyan kenet volt, hogy mindenki fölugrott és mindenki futott. That's good. És ez jó. But then for years after that, every time he sensed the anointing, he only knew one way to respond. De aztán ez évekkel ezután, amikor a Szent Szellem már teljesen máshogy mozdult, ez a férfi mindig ugyanúgy reagált a Szent Szellem mozdulásaira, mert csak ezt az egy utat ismerte. I've laid hands on people before to receive the Holy Spirit. Én már tettem kezemet emberekre, hogy befogadják a Szent Szellemet. And they just start screaming or hollering.
És sokan elkezdtek csak kiáltozni, vagy ugrándozni örömükben. Because that's the only way they knew how to they sensed the Holy Spirit. They knew he was on them. They knew something was going on. Én mert ők érzékelték a Szent Szellemet, tudták, hogy a Szent Szellem az, ami mozdul. That's all they knew to do. And sometimes you have to stop them and put your hands on the shoulders and say, stop, no, stop. És nagyon sokszor le kellett őket állítanom, mert ezek az emberek elkezdtek ugrándozni, mert ez volt az egyedüli dolog, amit úgy hitték, hogy úgy kell reagálni, és nagyon sokszor le kellett őket állítani. És rájuk tettem a kezemet, és azt mondtam, hogy álljatok le. Speak. És szóljatok. Don't jump. Speak. Ne ugrabugráljatok, hanem szóljatok nyelveken. Like Brother Hagin used to say, they short circuit. The anointing. That's, he talked about that. A Hagin testvér azt mondta, hogy ilyenkor ők nagyon leállítják és bekorlátozzák a kenetet. And really take it a wrong direction. You know, és valójában egy más irányba vezetik ilyenkor a kenetet. Spirit of God can be moving and strong in a place and people sense the anointing. Tudjátok-e, hogy a Szent Szellem mozdulhat nagyon erősen egy helyen, és az emberek érzékelhetik azt a kenetet. And there's some people bless their hearts if they sense the Spirit. És tudod, hogy vannak emberek, akik amikor érzik a Szent Szellemet. It's quiet, they're gonna try to jump up and give a tongue. És mindenki elcsendesedik, akkor ezek az emberek felugranak és próbálnak megpróbálják a nyelvek magyarázatát. Vagy nyelveken imádkozni, és nem mindig van helye a nyelveken való imádságnak. És mondod, igen, de érzékeltem a Szellemet. De ez nem azt jelenti, hogy itt az ideje, hogy nyelveken imádkozzál. Nagyon sok útja van a Szellemnek, ahogy ő mozdul. Mindenki mondja hangosan, hogy taníts, Uram! Of the many ways. Taníts meg velünk, Uram, azt a rengeteg utat. Of your spirit. Amelyet a Szellemedé. Hogy a megfelelő módon tudjuk megmagyarázni a Szellemnek az áramlását. Direction and go the right way. És hogy a megfelelő irányba menjünk. Because I'm convinced that many times we sense the anointing. Mert biztos vagyok ebben, hogy nagyon sokszor érzékeljük a kenetet, és tudtuk, hogy Isten mozdul, de egy teljesen más irányba mozdultunk mi. És azok az dolgok, amelyeket az Úr akart, hogy megtörténjenek, nem történtek meg, mert a rossz út iránt választottuk. És nagyon sokszor csak a tudatlanságunkból fakad ez. Nem azért, mert az emberek lázadó akarnak lenni, hanem nem tudtak jobbat. És voltam itt, és te is voltál itt. De ő a mi tanítom, hogy fölnövekedjünk, és hogy túllépjünk ezeken a dolgokon. Mondjatok egy áment erre. A Biblia azt mondja, nem kell odalapoznotok az Ézsaiás 63. fejezetében, a 10. versben. Azt írja az ige, hogy ők pedig engedetlenek voltak, és megszomoríták Szent Szellemét. That word literally means to disturb. Ez azt jelenti valójában, hogy hogy zavarni a Szent Szellemet. Also means to annoy. Vagy pedig igen, megzavarni a Szent Szellemet, vagy valakit zavarni valamiben. And irritate. Irritálni. Can you irritate the Holy Spirit? Tudod-e irritálni a Szent Szellemet? Can you annoy him? Tudod-e zavarni őt, vagy dühíteni őt? Can you grieve him? Meg tudod-e őt szomorítani? Can you quench him? Meg ki tudod-e őt oltani? Yeah. Igen. And we don't want to. És ezt nem akarjuk. Right? Ugye? We don't want to do it ignorantly. Nem akarunk tudatlanok lenni ebben. Now go to Hebrews, please. Menjünk el a zsidó levélbe. The 10th chapter. 10. fejezetre. I know we're a little quiet today, and this tudom, is hogy egy kicsit csöndben vagyunk ma. But we need all kinds of services, don't we? És ez egy kicsit más, de szükségünk van ilyen alkalmakra is, ugye? And I believe something the Lord has said. He corrected me on my little 3 R's I gave you. És amit múltkor adtam nektek, ezt a 3 R betűt, az Úr kiigazított ezzel kapcsolatban. Hogy helytelen. Right. Azt mondta, hogy ez a 3 betű, ez így rendben van.
But the order is wrong. De a sorrend nem. Number one. Mert az első pont az, hogy meg kell tisztelni. Amen. Mert ez egy kulcs ahhoz, hogy tudatában legyél a Szent Szellemnek. És ez egy kulcs a kettes ponthoz, hogy elismerd őt. Hogyha nem tiszteled őt rendesen, akkor ez ugyanaz, mint amikor láttátok előbb, hogy Rick engem össze-vissza követett, ahová csak mentem. És én még csak nem is tiszteltem meg őt annyira, hogy elismerjem azt, hogy ő ott van velem. És nem is néztem rá, lehet, hogy akart nekem valamit mondani. De ha ő egy úriember, akkor nem fog engem félbeszakítani, és nem próbálja magát rám erőszakolni. De nekem meg kell tisztelnem azt, amit ő akar nekem mondani, és meg kell őt kérdeznem. És meg kell értened egy dolgot a Szent Szellemmel kapcsolatban, ő nem olyan, mint az ördög. Mert az ördög az egy manipuláló, aki rápróbálja magát rád kényszeríteni. Rápróbál erőltetni dolgokat, kényszeríteni akar dolgokra, ott tegyél meg. De a Szent Szellem nem ezt teszi. He's manifest as a dove. Mert international symbol of peace. A Szent Szellem megnyilvánította magát úgy, mint egy galamb, ami ugye a nemzetközi jele a békének. Gentleness. Mert és ez mit jelképez, ugye a gyengétséget, a galamb. He's not a dove. A Szent Szellem nem egy galamb, hanem úgy jelent meg, ugye galamb formájában. But we ought to respect him. De meg kell őt tisztelnünk. In Hebrews, are you there? A zsidó levélben. Ott vagytok, 10. fejezet. Hebrews 10. Zsidó 10. And verse 26. Well, 23. 23-as vers. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Not forsaking the assembling of ourselves together. És el ne maradjunk az egybe gyülekezésekről. Aren't you glad we're here this morning? Örültök-e annak, hogy ma itt együtt lehetünk? Doing that verse. Ezt az igeverset cselekedjük, ugye? As the manner of some is. Amiképpen szokásuk némelyeknek. During that day, a lot of folk didn't go to church. Ugye akkor is, azokban az időkben is sokan nem mentek el a gyülekezetbe. But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy amanap közeleg. For if we sin willfully after that we've received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sins. But mert ha a szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Looking for of judgment and fiery indignation, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy. Aki megveti a Mózes törvényét, 2 vagy 3 tanúbizonságra irgalom nélkül meghal. Under 2 or 3 witnesses. Of how much sore punishment suppose you shall he be thought worthy who has trodden under foot the Son of God and has counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing and has done despite unto the Spirit of grace. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki az Isten fiát megtapodja, és a szövetség vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelem szellemét bántalmazza. Did you hear that phrase? Hallottad ezt a kifejezést? Done despite. Ne bántalmazni a Szent Szellemet, a kegyelem szellemét. Yes, says, has insulted. The Spirit of grace. Egy másik fordítás azt mondja, hogy megsérti a Szent Szellemet, meggyalázza. Can the Holy Ghost be grieved? Megszomoríthatod-e a Szent Szellemet? Can he be vexed and quenched? Ki lehet-e oltani a Szent Szellemet? Can he be insulted? Meg tudod-e őt bántani, gyalázni, sérteni?
Yes, he can. Igen. Well, he's a person. Can Mert you ő egy személy. Téged meg tudnak sérteni? Well, he's a person. He could be insulted. Ő is egy személy, és őt is meg tudják sérteni, bántani tudják őt. He can be insulted. Bántalmazni tudják őt. Friend, there are two things. Barátom, két well, dolog van. Three things. Bocsánat, három dolog van. And there's more than that, but three especially that are coming to strong mind right now. Ja, több is van persze, de most erős, három dolog erősen jön most ebben a pillanatban. That anytime they are mentioned, you ought not act foolish about them. Amiről, hogyha beszélnek, vagy ami említésre kerül, akkor nem szabad ostobán viselkedned ezekkel kapcsolatban. And you're not that goofy about it. You ought to immediately become very respectful and reverential. És nem szabad ostobán viselkedned, hanem azon nyomban félelemteljesen tisztelettel kell bánod ezzel. Instantly. Azonnal. One az egyik, is the blood az a vér, of the Lord Jesus Christ. A Jézus Krisztusnak a vére. Anything is said about the blood, mentioned about the blood, talked about the blood, it ain't time to laugh and talk and carry on. És bármikor, amikor az Úr Jézusnak a vére kerül említésre, amikor arról olvasol, beszélsz, nincs itt az ideje a nevetésnek. Nem szabad nevetned. And I'm talking about it right now. És most beszélek róla. Teenagers, are you listening? Ti, akik tínédzserek vagytok, hallgattok? So we're just teenagers. Sometimes we talk. I'm talking about the blood. És azt mondjátok, igen, de mi fiatalok vagyunk, és megtehetjük. Azt mondom én, hogy figyeljetek ide, mert én most a vérről beszélek. You're in church. És gyülekezetben vagy. It's not time to act a fool. És nem úgy kell viselkedned, mint egy ostobának. Did you hear me now? Hallottad? Because, you know, children know God. Ugyanis tudjátok-e, hogy a gyerekek ismerik Istent, a fiatalok is. God holds teenagers accountable. És Isten számon kéri a tínédzsereket is. For what they know, and it will come. Azzal kapcsolatban, amit már tudnak. From soon that you cannot pray for them as a parent. You can't exercise faith for them. The Lord will require them to do it theirself. És ne te, mint szülő, ne hidd azt, hogy mindig fogsz tudni te hitben cselekedni a te gyermekedért és imádkozni. Az Úr elvárja tőlük is, hogy ők is hitben cselekedjenek, és maguk tegyék ezt meg. And so we don't need people who are we don't need them to be, is what I'm trying to say, 16, 15, 14, 13, 17, 18, and act like, you know, well, I'm still a kid. És nincs szükségünk arra, hogy habár legyen 13, 14, vagy 15, 16, 18 éves, hogy úgy viselkedjen. I can goof off. No. És hogy azt higgye magáról, hogy azért, mert ő fiatal, ezért most ostobán is viselkedhet. No. Nem. Nem. No. Nem. You should be just as reverential as anybody. Ugyanúgy meg kell tisztelned ezt, mint bárki másnak. Show just as much respect as anybody. Ugyanolyan tiszteletet kell tanúsítanod, mint bárki másnak. Right? Ugye? People allow too much. Az emberek túl sokat megengednek. Túl sok lazaságot maguknak. There's a time to shout. Van idő, amikor kiáltani kell, igen. Time to run, time to van idő, amikor föl kell ugrani és futni egyet. Amikor és táncolni. Én már sokat kiabáltam örömömben. És voltam már, úgy megrészegettem a Szent Szellemtől, hogy volt, hogy leestem a zongoraszékről. A szellemben. Amen. Amen. And do it again. És megteszem újból. De vannak más idők, amikor nincs a helye ezeknek a dolgoknak, hanem el kell csendesedni, és az arcodra kell esni, és azt kell mondanod, hogy az Úr, ő az Isten, és dicsérünk és imádunk. Not be afraid, not be scared of him. Nem megijedni tőle, és nem félelemben lenni. But show him the respect that he deserves. Hanem mutatni azt a tiszteletet, amit ő megérdemel. Amen. Amen. Reverence him. We live in a loose, lax generation. És megtisztelni őt, mert mi egy nagyon laza és bármit megengedő társadalomban élünk, generációban. That overall knows little about honor. Ami nagyon keveset tud a tiszteletről. It's up to you and I to be examples. És ez rajtad és rajtam áll, hogy példaképként szolgáljunk másoknak. We ought to be an example of somebody who knows how to have fun.
És példának kell lennünk azok számára is, akik azt meg akarják tudni, hogy mi is az az igazi móka. Amen. Enjoy life and laugh and have fun. Örvendezni az életnek, nevetni. The best of them, but we also ought to also be an example. When the Spirit starts moving a different way, we can change gears just like that. És de ugyanakkor, amikor a Szent Szellem elkezd mozdulni egy másik irányba, akkor nekünk is meg kell változni, és ezt szem előtt kell tartani. Focus. Összpontosítanunk kell. Nagyon tiszteleteljesnek kell lennünk ilyenkor. Ezért mindenkor, amikor a vér kerül említésre az igében, akkor nincs itt az ideje annak, hogy össze-vissza ugrabugráljunk. És ostobán viselkedjünk, hanem hatalmas tiszteletet kell mutatnunk a vér iránt. Mert az a vér az egyedüli dolog, amely téged és engem meg tudott vásárolni. Azt mondom, hogy az örökké valóságban az az egyetlen dolog. Az egyetlen dolog, amely meg tudott minket vásárolni, és meg tudott minket menteni a bűneinkből. Oh, that blood is on the mercy seat today. És tudjátok-e, hogy az az irgalom székén van ma is az a vér. Speaking better things. És jobb dolgokat beszél, mint Ábelnek a vére. Abel's was crying out for vengeance. Mert Ábelnek a vére az kiáltott, hogy valaki álljon bosszút. His is crying out innocent. És az ő vére pedig azt kiáltja, hogy ártatlan. I've made them innocent. Mert én ártatlanná tettem őket. Oh, glory to God. Ó, dicsőség Istennek! We are clean by the blood. Tiszták vagyunk a bárány vére által. I'm very intolerant for fools. Én nagyon nem tudom tolerálni az ostobákat, to mock the blood. Akik gúnyolják ezt a vért. You should be. És neked sem, neked is így kell lenned ezzel. Secondly, másodszor, anytime somebody starts talking about the Holy Spirit. Amikor valaki elkezd a Szent Szellemről beszélni. The Holy Spirit. A Szent Szellemről. You should be respectful. Tiszteletteljesen kell viselkedned. Reverential. Meg kell tisztelned őt. Don't make fun. Don't act loose. Nem szabad viccet, gúnyt űznöd belőle, vicceskedned, lazán viselkedned. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. És látjátok-e, hogy Jézus ezekkel a dolgokkal kapcsolatban mondta, hogy ezek a legfontosabb dolgok, a legkomolyabb dolgok az Új Szövetségben. Hogy az emberek hogyan bánnak és hogyan reagálnak a Szent Szellemre. The word of God. És harmadsorban Istennek az igéje. Amen. The word of God. Isten igéje. You don't refer to the Bible as that thing. Nem hivatkozol úgy a Bibliára, hogy az a dolog. That old book. Az az öreg könyv. This is the holy word of God. Mert ez Istennek a szent igéje. The word that gives you and me life. Az az ige, amely neked és nekem életet ad. Heals our body. Meggyógyítja a testünket. Gives us faith. Hitet ad nekünk. This word that though heaven and earth will pass away, it'll still be here. Ez az ige, habár a világ és a föld, földnek ábrázata elmúlik, de ez az ige akkor is itt lesz. And though the storms of life rage against us, this is the solid rock. És ha az életnek a vihara jön ellenünk, ez a szilárd kő, amin állhatunk. Being the doer of this word allows you and I to endure everything, overcome everything. Az, hogy ennek az igének a cselekvői vagyunk, ez képessé tesz minket arra, hogy bármint győzedelmeskedjünk bármi fölött, bármit kibírjunk és elviseljünk. And live triumphant. És hogy győzedelmesen éljünk. Said out loud, I love the blood. Mondjátok hangosan, hogy én szeretem a vért. I love the Holy Spirit. Szeretem a Szent Szellemet. Szeretem Istennek igéjét. With all my heart. Teljes szívemből. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit can be insulted. A Szent Szellemet meg lehet sérteni. Meg tudod őt gyalázni. And notice this was in connection with people counting the blood an unholy thing. És ez, látjátok, hogy ez összefüggésben volt itt azzal, hogy a Szent az emberek ugye a vért sem vették semmibe. And he was insulted, the spirit of grace. És a kegyelemnek a szelleme is ilyenkor bántalmazva volt.
insulted. Bántalmazva. Said out loud, pray this prayer with all sincerity. Imádkozd el ezt az imát teljes őszintességgel. És Atya Isten, segíts nekem, hogy soha ne bántalmazzam a szellemedet. Jézus nevében. Go with me, please, to the book of Mark. Menjünk el Márk könyvére. Can you stay with me for a few more minutes? Még pár percig velem tudtok maradni, ugye? Mark, the third chapter. A harmadik fejezetre menjünk el. Márk evangélium. The Lord woke me up. Az Úr fölébresztett. Shortly before 3 o'clock this morning. Ma kevéssel 3 előtt, hajnalban. És reggel 6-ig közösségben voltam vele. And he said some things to me. És az Úr szólt hozzám néhány dolgot. És elmondom nektek most. És ez volt az egyike a dolgoknak. Azt mondta, hogy a megtisztálni a Szent Szellemet az nem a kettes pont, hanem az első. In becoming sensitive to the Holy Spirit. Hogy érzékenyekké váljunk a Szent Szellemre. Amen. Amen. Because it's through faith exhibited through this respect that we are more aware of him. We do recognize him. Mert a hit által, ugye, a hit által van kifejezve az, hogy mi elismerjük őt és megtiszteljük őt. In Mark, the third chapter is this passage that I referred to earlier of what Jesus said. Mark 3-ban van az, amit Jézus mondott. In reference to the Holy Spirit. A Szent Szellemmel kapcsolatban. Strongest words you'll find in the New Testament. És ez az egyike a legkeményebb szavaknak, amiket találhatsz az Új Szövetségben. In Mark. Márk evangélium. Chapter 3. Harmadik fejezet. Let's look down at verse 28. 28-as vers. Mark 3. Márk 3. And 28. 28. Jézus azt mondja. Well, I should back up. Verse 22. Vissza kell mennem egy kicsit, a 22-es versre menjünk el. The scribes which came down from Jerusalem, this is Mark 3:22. They said he, talking about Jesus, he has Beelzebub. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondák, hogy Beelzebub van vele. Beelzebub was a name for the devil. A Beelzebub az az ördögnek egy másik neve volt. And by the prince of the devils, he casts out devils. És az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Now let's just stop right there. Itt álljunk meg egy percre. How was Jesus casting out devils? Hogyan űzte ki Jézus az ördögöket? In two different one places it says he cast out devils by the finger of God. Egyik helyen az ige azt mondja, hogy Isten ujjával űzte ki őket. Another it says he cast out devils by the spirit of God. És másik helyen azt mondja az ige, hogy Isten szelleme által űzte ki őket. And we know that the Holy Ghost came on him when he was baptized in the River Jordan, you know. És tudjuk azt, hogy a Szent Szellem szállt Jézusra, amikor a Jordán folyóban megkeresztelkedett. And after the wilderness temptation, he came out in the power of the Spirit. És aztán amikor a pusztában megpróbáltatott, megkísértetett, akkor a Szent Szellem erejével jött ki Jézus, ugye? And that's when wrong spirits would cry out, and he'd say, "Shut up and come out of them." És amikor a tisztátalan és a gonosz szellemek kiáltottak, akkor azt mondta nekik Jézus, hogy fogjátok be a szátokat és némuljatok el és gyertek ki belőle. And he was delivering people and getting. És Jézus megszabadította az embereket. People healed. És meggyógyította őket. And he was preaching wonderful revelation. És csodálatos kijelentéseket prédikált. All how? Hogyan? By the Spirit. A szellem által. The Holy Spirit. A Szent Szellem által. Isten szelleme által. By the anointing. A kenet által. He did it all by the anointing. Mindezt Jézus a kenet által tette. Amen. Amen. And they said, well, he's doing that by the prince of devils. És az írástudók azt mondták, hogy ő ezt az ördögök fejedelme által teszi. Who are they calling? The prince of devils. És kit hívtak őt az ördögök fejedelmének? Now this is serious business, friend. Ez nagyon komoly dolog itt, barátom. Look how serious it is. You've read this, you know, but look at it again today. Tudom, hogy már olvastátok, de most megint nézzétek meg. He called them to him. Oda hívtam őket magához. He didn't let that go, did he? Jézus nem engedte ezt el a füle mellett, ugye? He said, "Y'all come here." És azt mondta, gyertek ide mindannyian. He casting out devils by Beelzebub. Igen, ti, akik azt mondjátok, hogy én Beelzebub
által üzöm ki az ördögöket. Gyertek ide, üljetek le. He said, let me ask you something. How can the devil cast out the devil? És azt mondta, hogy hadd kérdezzem meg tőletek, hogy hogyan tudja az ördög kiúzni az ördögöket. They hadn't thought that through, had they? És ezen ők nem gondolkoztak természetesen. Nem jöttek erre rá. If a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house be divided against itself, that house cannot stand. És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az ország, és ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. And if Satan rises up against himself and be divided, he cannot stand. És ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. But has an end. No man can enter into a strong man's house and spoil his goods except he will first bind the strong man. És itt nincs vége. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába. And then he will spoil his house. Hanem ha előbb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Verily I say to you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewithsoever they shall blaspheme, but... Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek, emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak, de... He that shall blaspheme against the Holy Ghost has never forgiveness. De aki a Szent Szellem ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. But is in danger of eternal damnation. Because they said he had an unclean spirit. Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan szellem van ő benne. Now, there are people in mental institutions today. Vannak emberek elmegyógyintézetekben ma. Who've lost their mind in a terrible way. Elvesztették az eszüket. Because they don't understand this passage. És rossz állapotban vannak, mert nem értik ezt az igét. And they believe they've blasphemed the Holy Ghost. They believe they've committed the unpardonable sin. Mert úgy hiszik, hogy káromolták a Szent Szellemet, hogy a megbocsáthatatlan bűnt követték el. They don't even know what it is. És még csak nem is tudják, mi az. The devil has convinced them they've done it, and there's no hope for them and no salvation for them. Az ördög. De meggyőzte őket erről, és ezért nincs remény számukra, nincs üdvösség számukra. Nincs bocsánat számukra. És ez őket az őrületbe kergeti, hogy ők ezt hiszik. And it's a sad thing. És ez egy szomorú dolog. Because it's a lie. Mert ez egy hazugság. I said it's a lie. Azt mondtam, hogy ez egy hazugság. The sin unto death. A bűn, a megbocsáthatatlan bűn. Is not even the same thing as this. Nem ugyanaz a dolog, mint ez. Nem fogok belemenni ebbe az egészbe. It's another subject, another sermon. Mert ez egy másik tanítás. But it's just simple to find out. Somebody says, well, how do I know if I've committed the unpardonable sin? De nagyon egyszerű erre rájönni. Hogyan tudom, hogy elkövettem ezt a megbocsáthatatlan bűnt? Real simple. Nagyon egyszerű. Egy kérdésem van. Do you want to serve God? Akarod-e Istent szolgálni? Szereted-e Istent? Do you want to be right with God? Do you want to serve God? Akarod-e Isten szolgálni? If they say, oh yeah, I love God, then there's no way. És azt mondják, igen, szeretem Istent, akkor nincs olyan, there's no way you've committed the unpardonable sin. Hogy elkövetted a megbocsáthatatlan bűnt. So how do you know that? Well, if you és kérdezheted, honnan tudod? Go and read the book of Hebrews, which I won't take the time to look at. But if you read the chapter of Hebrews that talks about this, it's. De hogyha elolvasod a zsidók levelet és azokat a fejezeteket, amely ezekkel foglalkozik. Says that it is impossible to renew them again to repentance. Azt írja ott az ige, lehetetlen, hogy megújuljanak ismét a megtérésre. The very passage we were reading just a minute ago. Ugyanazok az igék, amelyeket az előbb elolvastunk. Azok az emberek, akik ezt elkövették, nem tudod őket rávenni arra, hogy megtérjenek. És mondhatod nekik, hogy kérlek, gyere vissza Istenhez. És azt mondják neked, nem akarom Jézus többé. Hagyjál engem békén. Hallottad? That's how you know that kind of thing is at work. És így tudod, hogy ez a dolog működésben van. De azok az emberek, akik szeretik Istent, és igazak akarnak lenni, Istent akarják szolgálni. Nincs olyan, hogy elkövették ezt a bűnt. Nem lehet. De ez egy másik dolog itt. As a work of the devil. Hanem ezek az emberek Jézus megszabadító a szolgálatát az ördögnek tudták be.
And he warned them solemnly. És Jézus nagyon komolyan figyelmeztette őket. He said, blasphemies and sins that men commit, they'll be forgiven them. But you blaspheme the Holy Ghost, you will not be forgiven. Azt mondta Jézus, hogy minden bűn, káromlások, minden megbocsátatik nektek, de hogyha a Szent Szellemet káromoljátok, nem bocsátatik meg. So, and let me say this too. God has mercy on ignorance. Tudjátok-e, hogy Isten persze, Istennek van irgalma a tudatlanság, a tudatlanokra. Isten irgalmas a tudatlanokkal. Did you hear this now? Hallottad? These guys were not just confused. Ezek az emberek itt nem voltak összezavarodva. They weren't doing this ignorantly. Nem tudatlanul cselekedték ezt. If you read other passages, you see that he told them, he said, you see. Mert hogyha elolvassátok ezeket az igeverseket, itt azt írja, Jézus mondja nekik egy helyen, nem tudom, hogy a magyarban így van, az angolban, hogy látjátok, hogy ti ezt értitek. And that's why your sin remains. They knew better than what they were saying. És ezek a férfiak itt jobban tudták, sokkal jobban, hogy miről is beszélnek. They were just envious and jealous of his ministry. Mint ahogy mutatták, csak irigykedtek Jézus szolgálatára. És irigykedtek a tömegekre, amelyek Jézust követték. Nem úgy gondolták ők, hogy Jézus ezt az ördögök által teszi. Csak valamit akartak Jézus ellen szólni, hogy lekicsinyeljék az ő szolgálatát. Ha Jézus azt mondta volna, hogy ez fehér, ők akkor is azt mondták volna arra, hogy az fekete. Csak azért, hogy ellene mondjanak valamit. De Jézus azt mondta nekik, hogy ti nem tudjátok, hogy miről beszéltek. Nem ellenem szóltok, hanem a Szent Szellem ellen. People, you know, they say, all those tongues are of the devil. És azok az emberek, akik azt mondják, hogy a nyelvek imája az ördögtől van. If they weren't so ignorant, ha nem lennének olyan tudatlanok, they'd be in trouble. Akkor nagy bajban lennének. Did you hear me? Hallottad? Attributing something of the Holy Spirit to the devil. Valamit, amit a Szent Szellem végez, az ördögnek tulajdonítani. If you think there's a remote possibility, it might be the Holy Spirit. Be quiet. Hogyha van egy olyan dolog, amiről kapcsolatban úgy gondolod, hogy lehet, hogy ez a Szent Szellem, és nem vagy benne biztos, akkor inkább legyél csöndbe. Right. Ugye? Just hush. Csöndbe legyél. Everybody say reverence the Holy Ghost. Mindenki mondja, hogy tiszteljétek meg a Szent Szellemet. Show him respect. Mutass neki tiszteletet. And that doesn't mean you're afraid of him, right? Ez nem azt jelenti, hogy félsz a Szent Szellemtől, ugye? Like you're afraid of a snake, or ahogy egy kígyótól. Or a storm, or that kind of thing. I mean, vagy a vihartól. You know him. He's kind. He's, te ismered őt, mert ő kedves. He's gentle. Gyengéd. And he's not flighty. I said he's not flighty. I know the Lord taught us this years ago, right after I. Az Úr évekkel ezelőtt mondott nekünk valamit. Graduated from Rhema. Phyllis and I went to another state and had a meeting. És már befejeztük a Réma iskolát, és a feleségemmel elmentünk egy másik államba, és ott volt egy alkalmunk. And the Lord began to give word of knowledge through she and through I. És az Úr minket használt, hogy a tudás szavát hozza elő rajtunk keresztül. A gyógyulásokkal és a szabadulásokkal kapcsolatban. And I mean, this church was not used to this. És ez a gyülekezet nem volt ilyen dolgokhoz szokva. But it was God. It was really good. De Isten volt az, és nagyon csodálatos volt. És az emberek meggyógyultak, csodák történtek. De és épp annak a közepén, amikor a tudás szavát mondtuk, és a Szent Szellem mozdult, és valaki felugrott, és teljesen lehordott bennünket az alkalom közepén. My ear is healed, and tell the whole story right there, interrupting what the Holy Ghost was saying and doing. És valójában
rosszul fejeztem ki magam, nem lehordott minket, hanem fölugrott ez a valaki, és azt mondta, elkezdett kiabálni, miközben mi a tudás szavát adtuk, és elkezdett kiabálni, hogy az én fülem meggyógyult, és elkezdte elmondani az ő történetét. And you just have to be quiet because they didn't know any better. They just go right on through. És ilyenkor te, aki tudod, hogy ez helytelen, akkor csöndbe kell maradnod, ugyanis ezek az emberek tudatlanságból cselekszenek. And I'm sitting there thinking, oh God. És ott ültem és gondolkoztam, hogy ó Istenem. Holy Ghost is going to be grieved. A Szent Szellem most meg fog szomorodni. El fogjuk ezt az egészet veszíteni. We're going to lose this. El fogjuk ezt veszíteni. Minutes to do what they're doing. Finally they'd get through. És végül is befejezték. And it come right back. The anointing had come right back. És a kenet újra visszajött, ugyanaz a kenet. És ismét elkezdtük, előjött a tudás szava. És pár percig megint folytattuk, és aztán megint valaki felugrott a sorokból, és ugyanazt elkezdtem csinálni. My arthritis is feeling a whole lot better. Hogy ezen meg ezen sokkal, most jokkal jobban érzem magam. És elmondták neked az egész történetet, hogy mi volt a gondjuk azelőtt. Oh, no, not again. That happened a dozen times. Ez körülbelül tucatnyiszor megtörtént. And especially after three or four times, I'm thinking, oh, he's going to be grieved this time. És három-négy alkalommal ezután azt gondoltam magamban, hogy na most már megszomorodik a Szent Szellem. He's got to be grieved by now. But biztosan, hogy meg fog már szomorodni. As soon as they quit, here it come again. De hogy amilyen mikor ennek vége szakadt, akkor újból előjött ez a kenet. And I realized that day, he's not flighty. They didn't know any better. És ilyenkor tudtam, hogy a Szent Szellem kegyelmes és irgalommal teljes, mert ezek az emberek nem tudták jobban a dolgukat. Nem tudták, hogy mi van, nem értették. És annak ellenére, hogy közbeszakították, félbeszakították a Szent Szellemet, a Szent Szellem nagyon kegyelmes volt. De a Szent Szellem közben félbeszakították, de a Szent Szellem ezt figyelmen kívül hagyta. The Holy Ghost is not like some people portray. They portray him that he kind of comes and just looks in the back door. A Szent Szellem nem olyan, mint ahogy sok ember lefesti magának, hogy a Szent Szellem jön, aztán a hátsó ajtón betekint. And goes, they're gonna grieve me, just watch. És azt mondja a Szent Szellem, hogy meg fognak engem szomorítani, csak figyelj. És a Szent Szellem csak pont azokat a dolgokat keresi, ami nem igazán jó. És azt mondja, hogy na, most már vége, és én elmentem, csak a lehetőségre vál, hogy az emberek valamit elroncsanak. No! Nem. If you grieve him, ha te megszomorítod őt, akkor annak van egy nagyon jó oka. Did you hear me? Hallottad? You're not walking in light that you had. Akkor nem annak a fényében jársz, amit van. You're not doing what you know. Nem teszed azt, amit már tudsz. The scripture says, don't quench him. Az ige azt mondja, hogy ne szomoríts meg őt, ne oltsd ki őt. Don't blaspheme him. Ne káromold őt. Don't grieve him. Ne szomoríts meg őt. Don't vex him. Ne bántsd őt. Everybody say amen. Mindenki mondja, hogy amen. Jesus said, Jézus azt mondta, a prophet has honor except in his own town. Hogy a prófétának van tisztessége, de a saját hazájában nincs. And you know the story. Maybe later we'll go into it more detail. És ti ismeritek a történetet. És ismeritek, hogy Jézus jött, fölállt a zsinagógában, és olvasott Ézsaiás könyvéből. És azt mondta, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam. The what? Ami csoda? The Spirit of the Lord is on me. Az Úrnak a szelleme van én rajtam. Because he's anointed me. Mert ő fölkent engem. He's anointed me to preach the good news to the poor. Hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek. Amen. Amen.
Sent me to heal the brokenhearted. Hogy a megtört szívűeket meggyógyítsam. Deliverance to the captives. Hogy a foglyokat megszabadítsam. Covering the sight to the blind. Hogy hogy a vakok szemeit megnyissam. Set at liberty them that are bruised. Preach the acceptable year of the Lord. Hogy hirdessem az Úrnak a kedves esztendejét. Close the book. Becsukta a könyvet. He said, "This is coming to pass right now." És azt mondta, hogy ez most teljesedik be. This day, this scripture is fulfilled in your ears. What does that mean? Ezen a napon teljesedik be ez az ige a ti hallástokra. The anointing's here, the Spirit's here. Mit jelent ez? Az, hogy itt a kenet és itt a Szent Szellem. He's on me to minister to you. Rajtam van, hogy nektek szolgáljon. That should be happy time. És ez egy öröm időnek kell lennie. Right? Everybody should be glory to God. Mindenkinek azt kellene mondani a dicsőség Istennek. Holy Ghost is here. A Szent Szellem itt van. Holy Ghost is here. A Szent Szellem itt van. But that's not what they did. De nem ezt tették, ugye? They said, well, who does he think he is? Hanem azt mondták, hát mit képzel ez, hogy ő kicsoda? That's Joseph's boy. Ez csak Józsefnek a fia, nem? Yeah, I know him. Én ismerem őt. He fixed a plow stock for me one time. Ő ezt meg ezt szerelte meg az én házamban egyszer. And I said, yeah, my mommy used to change his diaper. Az én anyukám cserélte a pelenkáit. Then I said, "Yeah, my brother works with his brother down at the plant." És azt mondja, hogy igen, az én testvérem az ő testvérével dolgozik az ültetvényeken. We all know him, and the Bible. Mindannyian ismerik őt. They were offended at him. Remember that? És a Biblia azt mondja, hogy megbotránkoztak ő benne, ugye? Think, well, who is he? Ki ő? He grew up around here. We itt nőtt föl, ismerjük őt. He's saying he's anointed. Ki ő, hogy azt mondja magáról, hogy ő föl van kenve? Mit mondott az ige? Hogy semmilyen nem cselekedhetett ott Jézus semmi csodát. Ugye? Why? Miért? Disrespect. Mert nem tisztelték őt. Disrespect. Hallottad? Nem tisztelték őt. Disrespect for the anointing. Nem tisztelték a kenetet. Disrespect for the Holy Spirit. A Szent Szellemet. And disrespect for the one the Holy Spirit was going to use. És nem tisztelték azt, akit a Szent Szellem használni akart. If it would crimp and limit Jesus' ministry, certainly it's going to crimp and limit anybody's ministry today. Ha ez megcsonkította és korlátozta Jézusnak a szolgálatát, bizonnyal, hogy a mai napon is bárkinek a szolgálatát ezek a dolgok meg tudják csonkítani és korlátozni, ugye? Right? Lack of respect. Az, hogy a tiszteletnek a hiánya. Lack of respect. A tisztelet hiánya. I've been to numerous churches over the years, and I've been to some churches. Voltam már számos gyülekezetben az évek során. They forgot that we're even going to have a meeting. Nobody prayed. És volt, hogy meg is feledkeztek arról majdnem, hogy lesz egy alkalom, nem imádkozott senki. I've been to places before where they forgot to pick you up. És voltam olyan helyen, amikor megfeledkeztek arról, hogy jössz, és nem jöttek ki eléd. Left you hanging out there. Some of these airports are not very nice. Ott a reptéren, és tudjátok, nem van sok reptér, ami nem igazán szép. Some parts of town and just leave you hanging there for hours and hours. És ott hagytak, hogy órákig és órákig várj rájuk. And hours. Órákig. People walking by eyeing your stuff. És ugye voltak ilyen nem igazán jó részei a városoknak, és az emberek járkáltak körülötted, és csak nézték a dolgaidat, hogy mi van nálad. And thank God for private airplanes. Köszönet Istennek, hogy vannak saját repülőgépeink, ugye? But finally show up and go, oh, you know, I just let it slip my mind, and you can tell. És aztán eljöttek, és azt mondták, hogy ó, bocsáss meg, de hogy hát, hogy valahogy megfeledkeztem arról, hogy jössz. The people didn't have know we're having a meeting. És meg tudtad mondani, hogy az emberek még csak azt sem tudták, hogy alkalom lesz. And you show up, and they look at you like, és megjelensz, és aztán néznek rád. Well, now, who are you? Hát ki vagy te? We've had the best come through here. Who are you? Mert nekünk ide jöttek már a legjobbak, és te ki vagy? Show us what you got. Mutasd meg nekünk, hogy mit van. Mutasd meg, hogy mit tudsz. Bless me if you can. Áldjál meg, ha tudsz. It's not said. I mean, you know what I'm talking about? That attitude is there, like, well, we'll see what we see when we see it. És tudjátok, ez az a magatartás, amikor hát majd látjuk, amikor látjuk, majd amit látunk.
People don't realize that's not disrespect for Keith. És az emberek nem fedezik fel, hogy ilyenkor nem engemet nem tisztelnek meg, hanem nem tisztelik meg azt, aki Keith-et oda küldte. Azt az egyet, aki elhívta Keith-et a szolgálatra. Ugye? Jézus azt mondta, hogyha engem befogadtok, akkor befogadjátok azt, aki engem küldött. Well, if you don't receive me, you don't receive the one that sent me. És ha engem nem fogadtok be, akkor nem fogadjátok be azt sem, aki engem küldött. And friend, it's hard to have a good meeting a place like that. És tudjátok, nagyon nehéz ilyen helyen alkalmat tartani. It's tough. Nagyon kemény dolog. Miért? I can't just manifest the glory. Mert én nem tudom megnyilvánulásra hozni a dicsőséget csak úgy magamtól. No man can, no woman can. Egy ember sem tudja, egy férfi, egy asszony sem. De voltam más helyeken is. És meg tudtad mondani, hogy ez a kis csapat egy hónappal előttek imádkozott, mielőtt oda jöttél. And I mean, they're waiting on you there. És vártak rád. You know, avoid things that would distract you and delay you. Got everything, already got you checked in, already got you food. És már előre megrendelték neked a szobát, az ételt, amit kell lenned. Already got you set up and said, oh, Brother Keith, we've been praying, oh, we've been praying. És mondták, hogy két testvér, imádkoztunk, hogy jössz, imádkoztunk. We're gonna have us a meeting, we're gonna have us a meeting. És egy alkalmunk lesz, egy csodás alkalmunk lesz. And you start to say something, and they just all be quiet. Go. És amikor elkezdesz valamit mondani, akkor mindannyian elcsöndesednek. Tell us. Well, it's gonna be good. Come on. És figyelnek, és azt mondják, csak mondd, tudjuk, hogy jó lesz, amit mondani fogsz. Well, see, that's not just respect for a man. Tudjátok, ilyenkor nem csak az ember tisztelik meg, for the Holy Spirit. Hanem a Szent Szellemet tisztelik meg. And friend, in situations like that, I've had the Holy Ghost come on me so strong and anointing and utterance. És volt, amikor ilyen esetekben a Szent Szellem olyan erős teljesen mozdult és szállt rám, és olyan hatalmas kenet volt. Hogy én olyan kijelentések jöttek elő, amiket akkor tanultam meg, amikor azokat kimondtam, amikor arról prédikáltam. És azt mondtam, hogy dicsőség Istennek. Hogy ezelőtt ezt nem tudtam, de most prédikálás közben én is megértettem. Oh, I like that. Don't you like that? És én ezt nagyon szeretem, ugye ti is? It's supposed to be all the time. És ennek mindig így kellene működnie. We minister beyond our ability, beyond hogy mi, our understanding. Amikor a szolgálunk, akkor a mi megértésünket felül múlja az a szolgálat. It's gonna come when not just a person or two, but whole congregations like Faith Life Church. És ez olyankor fog előjönni, amikor nem csak egy-két ember, hanem az egész gyülekezet olyan, mint a miénk itt, ez a Hitélet gyülekezet. Come to respect God. Akik azért jönnek gyülekezetbe, hogy megtiszteljék Istent. Deep respect. Mély tiszteletet. És szeretetet. Mutassanak, és tudják, mikor kell kiáltani, és tudják, mikor kell csöndben lenni. They know when to dance, but they know when to listen. Tudják, mikor kell táncolni, és tudják, hogy mikor kell hallgatni. Did you hear me? Hallottad? They know when to run the aisle, but they know when to put their nose in the carpet. És tudják, hogy mikor kell lefutni a padsorok között, és azt is tudják, hogy mikor kell az arcukat a szőnyegre helyezni. Amen. Amen. There's a time to shout, there's a time to cry. Van ideje a kiáltásnak, és van ideje a sírásnak. Right? Ugye? And the Holy Spirit knows what's right for each service. És a Szent Szellem tudja, hogy mi a megfelelő minden egyes alkalomnak. And he knows what's right for each day. És tudja, mi a megfelelő minden napra. Amen. Amen. In church or on the job, he knows exactly what you ought to be doing right now. És a Szent Szellem azt is tudja, hogy most ebben a pillanatban neked mit kell tenned. És mit kéne tenned? You won't learn all of these things overnight. You won't learn these things all in a day or two or a week. És ezeket a dolgokat nem egy este fogod megtanulni, sem egy hét után.
és nem is egy-két hónap után. But if you stay with it, de ha vele maradsz, as time passes, ahogy az idő múlik, like I was talking about how watching Brother Hagin interpret things, ugyanúgy, ahogy beszéltem arról, hogy ahogy én figyeltem Hagin testvért, ahogy megmagyarázza a dolgokat, you see other people interpret the flow of the Spirit, and you learn by that, and you learn from your és láttad, ahogy más emberek hogyan magyarázzák meg a Szent Szellemnek a mozdulását, ahogy ezt figyelted és tanultad. Even some of your own mistakes, but as the years, néha ugye hibákat is elkövettél. De hogy az évek múlnak, egyre jobban és jobban megismered a Szent Szellemet. És ő olyan valóságos számodra, mint egy az emberi személy, és még annál is valóságosabb. Mert ő benned van, és szól hozzád, amikor éjjel van, amikor vezeted az autódat, beszél neked, amikor a munkában vagy, és visszatart attól, hogy hibákat kövess el, kind of money, és megtakarít neked pénzt, és egybe tartja a házasságodat. Right, segít neked abban, hogy a gyermekedet visszahelyezd a helyes útra. Oh, thank God. Köszönjük for the Holy Ghost. Istennek a Szent Szellemet. Thank God for the Holy Spirit. Köszönjük a Szent Szellemet Istennek. We've lived this way for so long. Mi olyan régóta élünk már így. You wonder how other people make it, and really they don't. És azon gondolkozom, azon tűnődsz magadban, hogyan is élnek a többiek, és valójában tudod, hogy sehogy. Without him. Ő nélküle. Oh, can you say amen? Mondjatok egy áment. This ministry has been brought to you today.